Az előző szezonban pedig fordulatokban gazdag mérkőzéseket játszott ez a két gárda. De majd befejezem a gondolatmenetet az indítást követően. Szerencsére Temesvári jó ütemben megkapcsolta le a paszt, de aztán eladja a labdát, és ott az Ójási Zitzer, és megszerzi a vezetést a Siófok. Hideg zuhany a találkozó elején. Horváth Péter góljával vezetnek a balatonpartiak. Egy teljesen ártalmatlan szituációnak tűnt, de röviden adta haza Temesvári Attila. Horváth Péter pedig vércseként lecsapott a labdára, és aztán már nem volt nehéz dolga, megszerezte a vezetést tehát csapata számára. 4 perc telt el és előnyben a vendégegyüttes. Szépen tartja meg a labdát Ördög Farkas szorításában, levágódik a labda, és megint csak Vári blokkol, ezúttal önfeláldozóan, beszorul sajnos a Szeged. Balog ide-oda flikflakkol, aztán elesik 11-es. Hát azt nem hiszem el. Büntetőhöz jutnak a vendégek, Kovács pedig reklamálásért kap egy sárgalapot. Gyerünk, Tomi, véd ki valahogy ezt a 11-est. Begurítja sajnos Horváth. Negyed óra alatt duplázni tud, és immáron 2 góllal vezet a Siófok. Ez kemény belépő, előnyszabály, Gajdos, Horváth Krisztófer, ez 11-es kell, hogy legyen, és megadja, jól van. Teljesen egyértelmű volt. Szabálytalanul buktatták Horváth Krisztófert. 24. perc. Horváth és Hutwagner néz farkas szemet. Begurítja, nagyon magabiztos volt Horváth is. Ott a szépítő gól. Nem féltette magát Szakály. Ki is kaparta a gesztenyét Horváth Péternek. Farkast rázná le magáról, de nem sikerül neki. És Ódort is becsapja. Ördög háttal a kapunak, lekészíti Balognak egy tekerés. Óriási gól. 3-1. Lehetséges, hogy eldőlt a mérkőzés. Horváth, 91. perc, Temesvári feje, gól! 3-2! Felcsillan a remény az egyenlítésre. És Temesvári Attila, aki hatalmas hibát vétett az első siófoki gól előtt, most jóvá tette hibáját. 3-2!